Gratulálok! Ön nyert egy Csuszi Creator kódot, amit teljesen ingyen, bérmentve használhat minden vásárlás előtt a shopban. Használja ön is a világ legjobb kódját, a Csuszi kódot! Na sziasztok srácok és lányok, üdvözlök mindenkit itt egy újabb brosztázos videóban. Ismét elérkeztünk egy újabb animáció reakcióhoz. Lesznek itt brosztáz karakterek, akik bekerülnek az Ömangas világába. Látni fogunk különböző típusú brosztáz játékosokat, az új karakterrel, Lou-val kapcsolatos animációt, és még sok minden más. Mindenféleképpen maradjatok. Úgyhogy kezdjük is a Brawlerek az Ömangasban című animációval. Vajon ki lesz az impostor? Hú, elég spooky ez az, de csak nem Hello Vira készült, és egyszerre indítja két játékot. Na jó, ez nagyon kreatív, nagyon ötletes. Ott van a Shadow Map az Ömangas játékban, az űrhajón, és itt van valószínűleg az egyik dolgozó Spike. Valószínűleg ő lesz, azt csak be nem kamuzza. Igen, ő lesz, hiszen a háttérben ólálkodik már az impostor, aki nem más, mint Jean lila ruhában, de valaki mást akar leszúrni. Ott is van a kés. Ez Róza lenne talán? Úristen, hogy néz ki? Windows Error hang. A Shield. Hát nem tud mit csinálni. Jó lenne, ha az Ömangasban is lennének ilyen képességek. Ott nem. Szegény Jean, a fogykos. Rosa is my name. Meg sajnálta, Rosa. Mi a fene? Jézusom! A másik impostor, Leon. Ó, oh, Jean. Nem lettek barátai. Rip. Kiszavaztak, szavaz. Ment is a récs. Jaj. Spikey, a cukika, csinálja a dolgát. Le fog csapni rá Jean valószínűleg. Nani, észrevette? Hogy valamit akar csinálni? Jó, csak köszön. Kész, ennyi. Semmit sem sejtett. Jajjaj. És ott maradt egy hús darab, érted, a kaktuszból. Ott volt a csontja. Hogy lehet ez? Nani? Olyaj. Igen. Tetten fogják érni. Elbújhat. Még van lehetőség. Van esély. Beszorult, vagy mi lesz itt? Eddig nagyon jól csinálja. Nagyon jól csinálja a dolgát. Egy igazi impostor. Viszont közben sikerült teljesíteni az összes taskot, és meg elaludt ott bent. Hát akkor riperinyó. Hát az biztos, hogy egy érdekes befejezés volt. Nem feltétlenül erre számítottam. Azt hittem, hogy nagyobb lesz a csattadó. Elég jó lett. Főleg az, hogy ötvözte a két játékot, már magában is szerintem elég kreatív. A következő animáció pedig a Lou a legjobb. A tipikus sunyi zene, ami minden YouTube videóban ott van. Ez nem maradhatott ki. A Connie Max, de cuki! Itt is ebben az animációban. Alig várom, hogy bejöjjön a játékba végre. Ő lenne a dótás, a Lou. Elég fogykosnak néz ki. Picit olyan, mintha Jean és Spike lenne keresztezve. Szerintem hasonló szerepet fog betölteni. Connie Max pedig farmolja is a Power Cube-ot. Elég jó kis duótás. Viszed is! Gotta go fast! A duóban két ember! Ott vannak az emberikrek. Hát ripperinyó szerintem Connie Maxnek. Lou addig mit csinál? Frosty! Ó, Istenem, el van azzal a jégkásájával. Hát az majd biztos sokat fog segíteni neki. Igen, tipikus duótársak. Köszönjük szépen! Szegény Max! Hát az biztos, hogy a jégkása nem fog segíteni ezen a helyzeten. What? Berézsát lehet, hogy kinyírta őket? Hát, nem éppen. Jaj, a Max. Nagyon sajnálom. Hát ott vége van. El sem tudom képzelni, az emberi ikrektől mi lehet durvább. Atya ég. Hát, szevasz. Az immunitás, ugye? Simába kivédte. Ja, hát, igen, átlő rajta amúgy. Ez jól volt illusztrálva. Mi az az arc kifejezés? Szét is stunnolta őket. A másik csapat közben megjelent, hiába már ugye ott volt a Shadow zene, a leszámolás. Stunnolva.
A tipikus Frank. Meg volt csavarva rendesen az animáció, de szerintem kreatív volt, úgyhogy tetszett így összességében. És mit kiderült, a ló azért annyira mégsem a legjobb. A következő pedig a játékos típusok című animáció. Egy újabb sunyi zene, egy újabb se adon pályán, és a bull pedig kempel a buszban valószínűleg várva az ellenfeleit, hiszen tudjuk jól, hogy a kempereknek ez az őshonos helye, a busz. És köztük bull is ugye rengeteg szer szereti alkalmazni ezt a helyet, közben pedig megy egy fight, akkor az ki fog egy ilyen a Dynát simába? Hát főleg így, hogy egy ilyen HP-ja maradt. Eléggé jó fos a helyzete. Resting pepperoni, ezt szokták mondani. Csak nem autóim. Ne! Hányszor jártam már így? Jaj, Istenem! Na menj már! A szerencsés Dynamike. Hát ez szép volt. A jó kis szuper. Vagy mégsem. Jaj, de jó, hogy így össze van kötve az egész. Mi a fele? Ne, letímeli a Mortis vele. Ó, Istenem. A tímer. És egyben a hazug is. Hát mondjuk, aki ugye Dynaként letímel egy Mortis, az meg is érdemli, hogy pusztuljon. Atya ég. Na ki lehet ő? Ő az okos. A Brock az okos, a 200 IQ player. Vagy én természetesen a világbajnok. Na nézzük, mennyi az IQ-ja? Ott van a juice egy busz előtt. Hát nem biztos, hogy oda kéne menni. Nem biztos, hiszen lehet benne akár egy Shelly. Hát vagy éppenséggel bárki. Mondjuk a Daryl is akár. Azt a mindenit. Ott a Gina, no brainer. A fogykos. Őt nem érdekli, viszi is el. Hogy megindult. Hát ott valószínűleg vége lett a Brocknak. Bull pedig bealudt. Hát akkor egyben az AFK is ő, valószínűleg Kemper és AFK is, mondjuk általában ez össze szokott függni. Hop, hop, hop. A Jean. Ne, oda spawnolt egy újabb juice, mekkora máker, a no-brainer. Ebben az animációban aztán volt rengeteg csavar, azt sem tudtam, hogy mi fog történni éppen, és nagyon jó volt, hogy így össze voltak kötve a szálak, tehát nem csak így bemutatta az egyik típust, hanem szépen az egyikkel összekötött, és ez kreatív volt, ez nagyon tetszett. Eddig ez volt a legjobb. Az utolsó animáció, amit pedig meg fogunk tekinteni, a Lionok Mindenhol című animáció. Már nem is mondom, hogy milyen zene, tudjátok jól, a tipikus, amit meg szokhattunk, és itt vagyunk Shadownon belül, tele Lionnal mindenhol. Jó, hogy milyen lenne egy ilyen lobby. Hát eléggé nagy örültség, az biztos. Most kiderül. Ott is van az egyik Lion, a másik az pedig... Mit csinál? Mi a fene? Átverés? Mi a fene? Kapta halt. Hát ebből aztán kiderült, hogy még Lion ölte meg éppen a másikat amúgy, amikor mindenki Lion. Nagyon, nagyon pontos ez a kifejezés ilyenkor. Mindenki a juice-ra ugrik is. Kicsi a rakás! Vagyok ki élet. Hát a Lionné, srácok. Hát nem tudjátok? A Lionné. És meg is halt a Lion ismét, a Lion által. Úristen. Azt a mindenit. Ismét tömegnyomor. Atya ég. Mi történik? A Lion gyilkolja a Liont. Ez azért feltápolta magát rendesen. Még egy ilyen? Vagy megint bejátsza? Ez valami izé? Trükk, csapda. A tejfoga kijött. Ja nem, az csak a cipzár. Majdnem úgy nézett ki, mint a... Jallatszott volna a tejfoga. Hoppá! Megint meghalt a Lion. Egy újabb. És még több Lion mindenhol. Lion in the lead! Get wrecked! Oh! Ott láthatatlanságból zsúszol a Lion. A rakéta csapat. Hoppá! Kapta halt. Jaj, ég az önmagas játékosok is.
Hát ez gyorsan le lett zárva, ez az utolsó animáció, de amúgy pontosan leírja, hogy mekkora butaság lenne az, amikor mindenhol Leon lenne, és mi történne valójában, és hogy mennyire nem lehetne követni azt, hogy pontosan mi is történt, hiszen mindenki Leon, és még ráadásul láthatatlanná is tudnak válni, szóval bárhol ott lehet, de bárki, pontosan nem tudod, hogy honnan jöhet. Eléggé nagy fejetlenség lenne, úgyhogy nagyon örülök, hogy még nem volt ilyenben részem. Ennyi is lett volna ez a videó, remélem, hogy tetszett nektek, ha így van, akkor jelezzétek egy hatalmas lájkkal, egy hatalmas feliratkozással, és ne felejtsétek el lecsekkolni Bratwart-nak a csatornáját, amit lent a leírásban megtaláltok. A következő videóban találkozzunk, legyetek jók addig is, na sziasztok! Ön is szeretne ilyen vagány termékeket beszerezni, mint az Arcade Champions-ös póló? Már elérhető! Teljesen elérhető! Egyet fizet, egyet vihet akció, egért van! Póló! Bögre! Vagány bögre! És még plüss maci is kapható! Wow! Arcade Champions-ös termékek csúszi.hu!